Biblióját, hogy a város központjában állt ez a zsinagóga, tehát ez egy zsinagóga volt, itt van ugye a szószék, vagy valahogy így lehet ezt nevezni, ahogy most én is itt elől állok. Ez a zsinagóga volt a legnagyobb az ókorban az alapterületét tekintve, 1000 fő volt a befogadó képessége, 20x54 méter volt az alapterülete, tehát a méretei, úgy értem, a befogó méretei, a hosszabb és a rövidebb oldala. Tehát itt látjuk, hogy itt éppen kollégák vannak, ez a Kis István, azt tudom, a másik talán a Bihari Csaba, éppen nem tudtam tisztán fényképezni, mindig valaki ott volt, mert sokan voltunk, és nagyon tetszett a hely. Ilyen komoly volt tehát a zsinagóga, egy másik kép, másik szemszögből. Éppen Tóth Szilárd testvér próbálgatja lelkészként az egykori szószéket, hogy milyen lehetett onnan. Hát sajnos most a fényviszonyok miatt itt nem nagyon látjuk, látjátok. Itt vannak görög betűk, egyébként végig csak talán itt láttok valamit, itt ebből itt látszanak a legjobban. Esetleg, nagyon jó, köszönöm. Most jobban látszik, ugye? Igen. Tehát, hogy lássátok, köszönöm a segítségeteket, hogy részben tárgyszerűen is nagyon gazdag, nagyon sok kőemlék maradt fent, mármint építészeti, vagy azoknak a romjai ebben a térségben. Másrészt a feliratok révén tartalmilag is nagyon sok mindent tudnak, akik értenek hozzá, nyilván megfejteni, olvasni, összerakni, összefüggéseket megállapítani. Ez éppen egy görög felirat, de lehetnek aztán latin feliratok is már a későbbi korokból. Rögtön a zsinagóga mellett látható egy úgynevezett gimnázium. Ugye ez egy nagy kísérdés, mert mi is tudjuk, hogy mi az, hogy gimnázium, itt is van egy nem messze, de az ókorban inkább a testedzésnek a helye volt, nem csak, de az volt a domináns, egyébként szellemi hát központ vagy kultúrátadás helye is volt. Ez itt a zsinagógának még a belterülete, ugye az előbb, ahogy fényképeztünk, István nagyjából mindig ott áll, tehát itt van a jobb oldala, és akkor itt egy ilyen átjárót képeztek a romoknál, és akkor ez már a gimnáziumnak a területe, ez hatalmas volt, későbbi eredetű, ez római eredetű, erősebben, vagy hát minőségileg jobban rekonstruálták, hogyha úgy tetszik. Nagyon impozáns volt, könnyű volt a hatása alá kerülni. Itt már többiek bejöttek a zsinagógába, itt tudtam tiszta képeket csinálni róla, de azért nézzük meg, hogy ez szóval nagyon szép. Nekem nagyon, nagyon tetszett. Ez volt az első hely, amit megtekintettünk itt az egykori Szárdisz területén. A következő képet azért mutatom, mert visszatértem a zsinagógába, mert itt van egy hegy, ha látjuk, és ennek itt a hosszanti gerincének az irányában megnyújtva itt helyezkedik el az, amit most mutatni fogok, csak hogy el tudjuk képzelni. Fennmaradt, tudnilik, viszonylag jó karban, hát ahhoz képest, nyilván nem az eredetihez képest, de mondjuk az efézusihoz képest, amit már mutattam, egy egyoszlopos emlék van az efézusi nagy Artemis templomról. Itt sokkal több oszlop áll, ez az itteni Artemis templom volt. Ez volt a negyedik legnagyobb jón templom az ókori világban, a szárdiszi. Nagyon szép, nem tudom mennyire tudjátok kivenni, itt van, itt elég jól látható, itt van egy fehér inges alak, még az is lehet, hogy én vagyok, mert a többiek képeit is használtam. Itt van egy másik, itt is van, tehát ez egy ember nagyság, ha megnézitek, és két oszlop még egész jól áll, itt egy kicsit kimozdult már az a záró elem, tehát az oszlopfő. Azt írtam még fel magamnak ezzel kapcsolatban, hogy ahogy jártuk ezeket az ókori városokat, ugye 5 nap alatt bejártuk a 7 várost, tény, hogy az ókorban sok és nagyon impozáns vallási célú építmény, templom, vagy valami ecélre szolgáló építmény létezett ezekben a városokban, zsúfoltan, egy helyen sok, többféle, több istennek szentelve, köztük a császárnak is. És azon gondolkoztunk el, aztán ott beszélgettünk is erről, hogy mi sokszor arra panaszkodunk, hogy milyen nehéz a modern világban, és igaz, szekularizált, Istenben nem nagyon hívő, emberek társadalom körében missziót végezni Isten ügyében, ugye? De nekem az egy kérdés, hogy az mennyivel lehetett könnyebb, ahol hittek, általános volt a hit, de nem akármilyen istenekben és nem akármilyen kultuszokban. Én arra jutottam magamba, hogy akkor is nehéz volt, most is nehéz, mindig nehéz, csak máshogy nehéz. Ezt most vigasztalásnak szántam különben, hogyha nem derült volna ki. Egy kicsit az arányokról még. Ez egy oszlopfő, látjátok. Ekkora egy ember, tudatok egy másik képet, itt éppen én állok mellette, tényleg nem vagyok túl nagy vagy magas, de azért ez egy igen nagy kő. És ugye ezek egyből vannak faragva és felhelyezve.
kérdezgettük, hogy hogy készültek ezek a monumentális oszlopok. Egy pillanatra visszatérek. Ha megnézitek, hát igen, sajnos, mert mindjárt következőképpen jobban látszik egy pillanat, mert rájöttem, amit mutatni akarok. Tehát egy az arányokról egy kép, egy másik, hogy nem mindig én legyek rajtam, a Szilvási András segít, most éppen gurigatja ezt a követ. Nyilván nem gurigatta, meg se tudtuk volna mozdítani, szerintem mindnyájon se. Egyrészt láthatjátok, hogy van itt egy bemélyedés. Egy kicsit a Lego rendszere, ha ismeritek ezt a játékot, ugye, hogy egy illesztő szem, ez tartotta őket tengelyben, hogyha már egymásra rakták. Ezt a hornyolást szerettem volna mutatni, vagy ezt a mintázatot. Azt nem értettük, hogy hogy lehetett ilyen méretekbe kivitelezni. És azt mondta az idegenvezetőnk, hogy először csináltak egy durva, mármint úgy értem, hogy nagyjából megcsinálták szelvényenként, összeillesztették az egészet. Most képzeljük, hogy ezeket be kellett állítani, hogy nem mozdulhatott el, mert akkor nem illeszkedik a mintázat sem. És utána, amikor egyben volt, gondolom már nagyrészt tökéletes volt, akkor még egybe csiszolták még egyszer. Hát, csodálatos. Meg kell, hogy mondjam, hogy tisztelettel, én magam is tisztelettel adózok a régieknek, hogy miket tudtak megcsinálni. Nem vagyok benne biztos, hogy ma is pont úgy sikerülne. Azért, hogy jobb a technikánk. Talán hallottátok, hogy azt mondják, hogy a Stonehenge-et van ez a Britanniában, ez a speciális, nem tudják igazán, mire szolgál, de csillagászattal összefügg. Én azt olvastam, hogy a mai gépekkel nem tudnánk azzal a pontossággal összerakni ezeket a hatalmas köveket, ahogy most készen van. Hát itt is felmerült bennem, hogy hogy tudnánk ma ilyeneket elkészíteni. Biztos lehetne nagy erőfeszítéssel, de ott csak ilyen úgymond tökéletes dolgokat láttunk. Egy látkép erről a területről, ez volt a nyitóképünk is, itt áll a két oszlop, tehát az előbb onnan hátulról dombról fényképeztük, ez pedig, ahogy megérkezünk itt, most mögöttünk van az a hegy, amit viszonyításként jeleztem, ott áll a két oszlop, így a felkerő napban nagyon, nagyon szép volt, megmondom őszintén, mély benyomást tett ránk, azért is próbáltam elhozni ezt a képet. Nagyon érdekes az is különben, hogy milyen nagy dicsősége volt ennek a városnak Krőzus révén, a gazdagsága révén, a temploma is ezt mutatja, hogy a negyedik legnagyobb templom volt, a méreteit is érzékeljük, de mára ennyi maradt ebből a dicsőségből. Ez is elgondolkoztató. Egy falu áll a helyén vagy mellette. Akkor az első században más volt még a helyzet, és ehhez a századhoz szeretném most, hogyha visszatérnénk, immár a mi lényegi témánkra, a szövegre térve. Jelenések könyve 3. fejezetének az elején olvassuk a versszámokat is, meghagytam magát az üzenetet, mivel nekem nem túl nagy a dia itt a laptopomon, ezért én is előveszem külön, és felolvassuk először egyben. Ti tudjátok olvasni onnan a projektor képéről. A szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Szárdiszban egy kevés neved, azok ki, akik nem fertőztették meg a ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ezt a kis megszót azért tettem hozzá, hogy egyértelmű legyen, hogy milyen értelemben hallja, hogy meg kell hallani. Úgy is kezdődik, látjuk, hogy a szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ugye arra utal, hogy megyünk sorra a 7 gyülekezeten, már 4 üzenet mögöttünk van nekünk is itt a sorozatban, Jelenések könyvében is, aki olvassa, Jánosnak is a kinyilatkoztatás szempontjából. És azt mondja, hogy van üzenete, van közlendője az emberfiának, Jézus Krisztusnak, aki mindig az üzenő személy, János csak a postás egy bizonyos értelemben, van üzenete a szárdiszi gyülekezethez is.
Ugye azt mondtuk, hogy a bemutatkozás az mindig egyedi, minden levélben máshogy mutatkozik be, ugyanaz a feladó, tehát ugyanaz a Jézus Krisztus üzen, de mindig mást hangsúlyoz. Itt egyszerűen utal az első fejezetre, ahol János látta őt, hogy nála van a hét lélek és a hét csillagot, még az első fejezet végén olvastuk ezt. Erre most nem is térnék ki bővebben. És azt mondja, úgy kezdi, hogy tudom a te dolgaidat. Minden levélben ott van ez a szakasz. Viszont eddig minden levélben, az első négy levélben úgy kezdődött, ha emlékszünk rá, hogy hát azért tudom a te dolgaidat, és azért van elismerésre méltó abban, amit és ahogy teszel, ahogy a dolgodat végzed, ahogyan szolgálsz engem. Nem tudom, hogy vagyunk ezzel, figyeltük-e, azt mondja, tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Hát ez nem a dicséret kategóriája azért. Sőt, ez egy nagyon lesújtó helyzetértékelés, mert hogyha valaki azt mondják, hogy halott vagy, hát nyilván nem hullákról beszélünk, hogy így mondjam, tehát nem fizikai halottakról. A Biblia ismeri az átítélt rendben vett halott fogalmát, hogy valaki biológiailag életjeleket mutat, de az Isten szempontjából, a hit szempontjából, az üdvösség szempontjából olyan, mintha már nem élne. Nincs kilátása, nincs reménye. Elnézést, csak egy technikai kérdés, hogy lehet, hogy jobb lenne, hogyha a fényt visszavennénk. Ugye most már sok kép nem lesz, és akkor talán jobban tudtak figyelni, vissza tudnátok adni a fényt itt erről. Köszönöm szépen. Azt kell, hogy mondjuk tehát, hogy ez a levél a hét közül az első sorrendben, amelyikben nem találkozunk dicsérettel. Köszönöm. Nem találkozunk dicsérettel. Nem tudom kikerülni azt, hogy meg ne előlegezzem a Laodiceait, azt gondolom két hét múlva lesz a Péter ezek szerint, a Laodicea üzenetet, tudnék párhuzamok vannak, és én már most jelzem, és majd hasonlítsátok össze, tudnék ez az a két levél a hét közül, ahol nincs dicséret. Az a helyzet, hogy nincs mit dicsérni. Az jutott most hirtelen eszembe, hogy emlékeztek rá, a Jákob útján Jézus Krisztus beszélget az asszonnyal, és mondja, hogy egy bizonyos ponton, elérkezettnek látja az időt, azt mondja, hogy most már azért jobb lenne, hogyha ide hívnád a férjedet, hogy hármasba beszélgessünk. És akkor azt mondja az asszony, hogy nekem az az igazság, hogy nincs férjem. És Jézus mondta, hogy milyen igazán mondtad, ezt jól mondtad, mert tényleg nincs férjed, mert öt volt, és most is együtt élsz valakivel, de hát az nem férjed, ugye nem lett megkötve az a házasság, hanem hát élettársi kapcsolat, ma így mondják. Hát nem tudom, hogy vagytok veled, de azért a régi világban ez nem volt mindennapos. Sem az élettársi kapcsolat, sem az, hogy előtte öt férje volt. Ez egy elég rendkívüli életút volt ennek a szegény nőnek az élete, és engem mindig az egy csodálatban már kiskoromtól, mióta a Bibliát ismerem, hogy mit dicsért itt Jézus. Hát mindnyájan tudjuk, hogy a nő el akarta hallgatni az igazságot. És Jézus egy ilyen helyzetben is talál dicsérni valót. Ez döbbenetes. És miért hangsúlyozom ennyire? Mert akkor milyen nagy lehet a baj Szárdiszban és Laodiceában, hogy az a valaki, aki a szamáriai asszonyt a Jákob kutyánál meg tudta dicsérni, az itt nem talál dicsérni valót a sajátjai között. Azért ez jelez valamit, és ez elszomorító. Egy másik párhuzamot már most hadd jelezzek, azért merek előre utalni, mert nem gázolok ezzel bele a Laodicei témába, másrészt ismerjük nagyjából, az egy nagyon ismert üzenet a körünkben. Emlékeztek, ott elhangzik az, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Ugye megidézi Jézus a laodiceai közösségnek a gondolkodását, önértékelését, és azt mondja, hogy ehhez képest nem tudod, hogy te vagy a szegény, nyavajás, nyomorult, vak és mezitelen. Vagyis teljesen eltérő az én képe a gyülekezetnek ahhoz képest, hogy Jézus látja őket. Nincsenek tudatában a valós állapotuknak. Nem vagyunk, ugye, mert tudjuk, hogy nekünk is szól. Most itt látok egy érdekes párhuzamot, Jézus valami hasonlót mond itt is, hogy az a neved, hogy élsz. Így tartanak nyilván. Te is így gondolod, de valójában halott vagy. Azt gondolom, ott az és az egy olyan det jelent inkább. Tehát nem gondolom azt, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy, hanem hogy az a neved, hogy élsz, de ehhez képest nagy baj van. Halott vagy. Azért is gondolhatjuk ezt, mert ott beszél arról, hogy vannak, akik halófélben vannak a második versnek, ott az első sora végén látjátok. Tehát mind a két gyülekezetre igaz az, hogy nagyon nagy a baj, nagyon nyomorult az állapot, itt halálnak nevezi, ott szegény, nyavajás, nyomorult, vak és mezítelen, tehát ott igazán körülírja az állapotot, és azt mondja, hogy mind a két esetben azt tetézi a bajt, hogy nincsenek tudatában, hogy így van. Az egyik azt hiszi, hogy gazdag, a másik meg azt hiszi, hogy él, sőt virul.
talán nem sorrendben mennék, hanem már most hadd jelezzem, hogy mit lát Jézus megoldásnak ehhez képest. Azt mondja, hogy harmadik versben, hogy megemlékezzél azért, hogy hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térd meg. Nem tudom, emlékeztek-e rá, nekem könnyebben én Efézusnál voltam itt utoljára, ti már azóta mást is hallottatok, de az Efézusi levél, mármint a jelenésekbeli Efézusi levél, ott ugyanez volt a tanács, hogy emlékezz meg, hogy honnan estél ki, és a te előbbi cselekedeteidet cselekedd. Úgy tűnik, hogy az egyébként egyszer már megtért, de hitében meggyengülő hívő ember esetében a kulcs mindig az, hogy emlékezz a jobb időre, emlékezz, hogy hova kell visszatérned. Egy kicsit olyan ez nekem, csak bocsánat, hirtelen jutott eszembe a kép, talán alkalmas, hogy nem tudom, ti mennyire vonzódtok az alpinizmus iránt. Tudjátok, amikor sziklát másznak emberek, én most nem a szabad mászásra gondolok, hanem a kötéllel biztosítottra, és ott bizonyos időközönként beütnek biztosítószegeket, karabinereket akasztanak bele, és belefűzik a kötelet. Az azért van, hogyha esik, akkor csak addig a pontig, hát az alá esik vissza, de annyival, amennyivel fölötte van a kötél, ugye el tudjátok kézzel, hogy ismeritek ezt. És valamilyen jutott most hirtelen eszembe, hogy a hívő ember is már valahova azért eljutott, lehet, hogy visszacsúszik észrevétlenül, vagy nagyot zuhan a hitében, de azt mondja, hogy neki már van egy pont, ami mégis egy tapasztalat volt az életében, azt elérte. És azt mondja, hogy emlékezz meg, hogy honnan, most így mondanám, estél le, mert így is mondhatnánk, ugye, hogy ahol már jártál, és hogyha neked is az az igényed, akkor ragad meg ezt a lehetőséget, térj vissza. Ugye Efézusnál is mondtam, ha jól emlékszem, itt is a ti körötökben, amikor itt beszéltem róla, hogy mindenütt azt látjuk a Bibliában, hogy az emlékezés. Emlékköveket állítottak fel, emlékoszlopokat állítottak. Azt mondta, hogy kösd a homlokodra és kezeidre. Mindig legyen, ami emlékeztet. Ugye mi a mi életünkben ez, vagy mi felel meg ennek? Hát részben az, hogyha naponta komolyan imádkozok, és olvasom azokat a szakaszokat, amiket lehet, hogy már olvastam, de most újra olvasom a Bibliában, mert részben emlékezni fogok arra, hogy milyen felismeréseim kötődtek ehhez, és fogok új felismeréseket találni. Ez mindenképpen így működik. Ehhez képest pedig mindenki kereshet és találhat magának eszközöket, amelyek alkalmasak betölteni az emlékeztetés szerepét. De van még egy szakasz, amit így felhívnám a figyelmet, a súlyponti részre térnék, azt szándékosan késleltetem még. Azt mondja itt a harmadik vers közepe, hogy ugye eddig azt idéztem, hogy térj meg, inkább így mondom, bocsánat, mert akkor úgy hallom, hogy az erősítés kevésbé működik. Tehát azt mondja a harmadik vers közepén, ott tartunk ugye, hogy megemlékezzél azért, hogy hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, ugye az Efézus levélben ez úgy hangzott, hogy ha pedig nem. Tehát adok egy tanácsot, mi a megoldás? Rád vár, tehát neked kell valamit tenni, nem fogom helyetted megtenni. És azt mondja, hogy ha ez nem fog megtörténni, hogyha tehát nem vigyázol, nem törekszel visszatalálni az útra, azt mondja, akkor elmegyek hozzád, eddig ez jó hír önmagában, csak így folytatja, ha megnézitek, hogy mint a tolvaj. És nem tudod, mely órában megyek hozzád. Ismerős ez valahonnan? Jézus a földön járt, akkor használt ezt a hasonlatot. Pál is utal rá. Hagy kérdezzek meg benneteket, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy úgy jön el, mint a tolvaj, akkor azt mondta, hogy hát most, hogy mondjam egyszerűen, ki akar tolni velünk, tehát, hogy le akar csapni ránk. Egyszer hallottam, hogy volt egy katonaságnál egy tiszt helyettes, és mindig ki akart tolni az őrökkel, és mindig ott rezgette a bokrot, meg akart őket ijeszteni, aztán addig ment ez a dolog, míg az egyik őr ijettébe elengedett egy sorozatot a feje fölött, aztán onnantól dadogós lett, szegény ijeszgetős, mert erre nem számított. Most bocsánat, csak úgy eszembe jutott, hogy vannak azok az emberek, meg helyzetek, ahol valaki szándékosan meg akarja lesni, csapdába akarja csalni mondjuk a másikat. Vajon Jézus arra utalt, hogy ő szándékosan úgy akar eljönni erre a világra, hogy meglepetésként érje a világot? Köszönöm, szándékosan provokálok, tényleg nem. Akkor nem küldött volna proféciákat, akkor nem beszélt volna a jelekről, akkor nem szivárogtatott volna, úgymond ennyi információt, hanem azt mondta, és ő ezt sajnálkozva mondta, hogy a világot úgy fogja érni az eljövetele, minden kézenfekvő ismeret meg üzenethirdetés dacára, ahogyan a tolvaj szokott jönni váratlanul és észrevétlenül. Ez nem a szándéka,
hanem ez egy tényközlés, a szándéka ellenére fog ez így történni. Így mondta el akkor, és most ugyanerre hivatkozik, ugyanez a Krisztus ebben az üzenetben, hogy el fogok menni hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, hogy mely órában megyek. Itt egy kicsit inkább érezni már azt a szövegben, hogy ebben egy figyelmeztetés van. Nem az érkezés idejére, hanem arra, hogy kénytelen lesz valamit tenni, beavatkozni a gyülekezet életébe, hogyha minden így marad. De, és akkor most hagyj térjek el arra, hogy mit éreztek súlypontinak ebben az üzenetben, ha csak most olvassuk is. Mi az, ami visszatér, ami körül forog ez az üzenet? Nyugodtan hozzászólhattok. Melyik az a szó, főleg a vége felé sűrűsödik, akkor segítek. Fehér ruha. Fehérben fog járni. Itt ugyan nem fehér a ruha, de ruháról beszél. Pont az ellenkezőjéről, a nem tiszta ruháról. Úgy tűnik, hogy a fehér ruha, mint olyan, ebben az üzenetben nagyon nagy hangsúlyt kap, és hozzáteszem, hogy nem csak ebben az üzenetben, hanem ez egy újabb párhuzam a Laodicea üzenettel, mert ott is megjelenik a fehér ruha, egy védj tőlem fehér ruhát. Tehát ez is egy újabb párhuzam a két amúgy sok hasonlóságot mutató levél között. De mi a fehér ruha? Hát nagyon egyszerű, a Biblia segít nekünk beazonosítani. Látjátok Jelenések könyve 19. fejezet 8. versét. Azt mondja ez a szakasz, bocsánat, tehát könyvön belül vagyunk az azonosítással, a jelkép azonosításával. A bárány mennyasszonyáról mondja azt, hogy adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Hát ugye a gyolcs az egy régies szó, de az anyagát jelenti a ruhánknak. És azt mondja, hogy mert a gyolcs, a fehér gyolcs az a szenteknek az igazságos cselekedetei. Tehát azt mondja, hogy a Bibliában Isten ezt a jelképet, hogy fehér ruha, az élet tisztasága jelképeként használja, de a cselekedetek szintjén, tehát a tettek, a teljes élete, nem az elmélet vagy valami hasonló, hanem a cselekedetek szintjén megnyilvánuló élet szentség, élet tisztaság jelképeként használja. És itt rögtön látjuk, hogy csak ez lehet a megoldás, mert szándékosan beidéztem a mai üzenetünk, a Szárdiszi Levél első és második versét, ahol ez a téma előjön. Figyeljük meg, azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy, mert, miért vagy halott, ugye, itt egy kicsit rövidítettem, de ez a logikája, azért vagy halott, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Baj van az életeddel, a gyakorlatával, az életszentséggel. Itt rögtön egy pillanatra hadd álljak meg nekem, ez mindig egy olyan megragadó dolog, mert egyszerűen nagyon mély nyomot hagyott bennem. Dániel könyve 5. fejezetére hadd utaljak nektek. Belsacár király éjszakája az a nagy lakoma, amikor elesik Babilon, ugye még aznap éjjel. És ott van az a híres jelenet, hogy milyen jó most a fehér fal, jó a jelkép, hogy a palota falán a tivornya közepette egy természet fölötti kéz, gondolom a mérete is talán nagyobb volt, mint egy emberi kéz, de csak egy kézfej volt látható, felírt egy szöveget a falra, mene-mene, tékel, ufárszín, valahogy így hangzott. Úgyhogy a többiek, amennyire én tudom, a szavakat értették, csak azt nem értették, hogy mit akar jelenteni ebben a helyzetben. És senki se tudta megmondani, és akkor előhívatták Dánielt, aki nem volt ott, kimentette magát nyilván egy ilyen alkalom, mit keresett volna Isten profétája, és ő megfejtette a királynak a feliratot, és azt mondta, hogy Isten azt üzente neked ezáltal, hogy Isten megmérettél a mérlegen, és hiával találtattál, ez a közvetlen értelme a szavaknak, és azt mondta, hogy Isten megmérte a te országlásodat, és úgy döntött, hogy véget vet annak. És aznap éjszaka ez be is következett. És ezt azért idézem, mert ez nagyon fontos látnunk, és ez egy fontos tanúság, és összefügg a mai témánkkal is, hogy Isten miszerint ítél. Mi az ítéletnek a szempontja, és mi a mértéke? Egy példával hadd szolgálj, bocsánat, ilyen személyes a saját diák éveimből. Reggelben jártam gimnáziumba, matek-fizika tagozatra, és volt biológia-kémia tagozat is, többek között ott sokféle tagozat volt, volt német-orosz, meg nem is tudom, még mások is voltak. És az a lényeg, hogy kémiából írtunk dolgozatot.
és ugyanazt a dolgozatot írtuk meg, amit az általános, tehát semmilyen tagozatot az az osztály nem képviselt. Egy évfolyamon voltunk, ők az ások voltak, mi voltunk a C-sek. Szóró-szóró ugyanazt a dolgozatot írtuk meg, őket úgy pontozta a kémia tanárunk, hogy 20 ponttól 2-es, 40-től 3-as, 60-tól 4-es, 80-tól 5-ös. Velünk megíratta ugyanazt a dolgozatot, és minket úgy pontozott, hogy 60-tól 2-es, 70-től 3-as, 80-tól 4-es és 90-től 5-es. Nem tudom, érzitek-e azért, hát rettenetesen átjárta a szívünket a méltánytalanság tudata. Mentünk reklamálni, hogy de tanár úr, hát ugyanaz a dolgozat, és azt mondja, hogy igen, de hát tőletek többet várok. De mondjuk, hogy de hát mi nem vagyunk. Ja igen, mert azt mondta, hogy de ti matekfizika szakosok vagytok. Hát mondtuk, hogy pont ez az, hogy nem kémia tagozatosok vagyunk, mert van olyan is az iskolában. Azt mondta, hogy nem érkezik, tőletek többet várok. Bennem ez nagyon mély nyomot hagyott, hogy ugyanazt a dolgozatot lehet így is, meg úgy is értékelni. És nem tudom, hogy vagytok, aztán meg is tanítottam azóta közgazdaságtant, meg más tárgyakat, hogy sokszor a diák úgy van vele, hogy de hát, hogyha a felét tudja, az nem elég, és hát ugye az ő megközelítésében már a felét tudta. A tanár megközelítésében az úgy hangzik, hogy de hát a felét nem tudta, tehát a másik felét, tehát ez egy ilyen örök vita. És most ez jutott eszembe erről a kérdésről, ehhez kapcsolódóan, amit a Dániel, bocsánat, 5. fejezete úgy fogalmaz meg, hogy híjával találtattál, az itt úgy van megfogalmazva, hogy nem találtam ott egy cselekedetet, Isten erőt teljeseknek. Tehát azt mondja, hogy a mérce az valahol fent van, és van-e hiány, vagy nem, ezt vizsgálja az Isten. Nem akarok titeket terhelni, csak még egy gyerekkori élményem feltorult, hogy én elég jó tanuló voltam, és nagyon zavart, mikor hazamentem, és 5 alával mentem haza, és anyám elkezdte firtatni, de mi volt az alá. Tehát ez zavart. És egy kicsit ez jutott itt is eszembe, hogy hát nem úgy van, hogy a 2-es az már jó, meg a 3-as már jó, a 4-es az már majdnem jó, hanem azt mondja, hogy az Isten mércéje az, hogy ő szeretne sokat, szeretne valami nagyot, valami maximálisat, nem méltánytalan, mert mindent megad hozzá, de az ő értékelésében, és ezt jó megjegyezni, ez a szempont, hogy van-e híja, vagy nincs. Ha híja van, akkor gond van. És itt ez jelenik meg, nem azt mondja, hogy ugye a mi modern világunk a százalékokba gondolkodik, hogy valaki 80%-os hívő mondjuk. És bocsánat, ezt így kimondtam, mert furán hangzik, tudom, de erről van szó, hogy 80%-kal szerintetek be lehet jutni? Nekem nem az jön le a Bibliából. 85 az azzal sem. Úgy tűnik, hogy ide az van írva, hogy nem teljesek. Mit jelent az, hogy teljes? És itt azért még egy dolgot hadd mondjak, hogy valakit megriasszon. Azért az Isten ezt nem úgy méri, mint mi, hogy tudjátok, a katonának soroztak, ott is volt, meg tornának, vannak ezek a magasságmérő ilyen fa, ilyen szerkezetek, hogy állj alá, és akkor mondjuk beállítja valahova, és akkor azt nézi, hogy feljutott oda valaki, hanem nyilván egyénileg vizsgál mindenki, tehát nem ugyanonnan indulunk, nem ugyanaz az utunk. Hadd mondjak nektek bátorító példát, ott volt a jobblator. És annak milyen cselekedetei voltak. Még volt egy komoly, amikor senki se vette komolyan Jézust, amikor mindenki gúnyolt, amikor mindenki megvetette, amikor szinte senki nem hitt benne a jelenlévők közül, a tanítványai messze jártak, Jánost kivéve, akkor ez az ember megkérte Jézust, hogy adja meg neki, hogy ott lehessen vele majd az ő országában, és ezzel kifejezte azt, hogy akármi is a látszat, akármit akarnak elhitetni a tömeggel a manipuláló papok, ő hisz benne. Mint Isten fiában, mint üdvözítőben, mint megváltóban, mint akinek hatalma van. Ez mérhetetlen horderejű volt, akár az ő szempontjából nézve, bár tényleg, hogy neki vesztenivalója idézőjelben már nem volt, de hogy Jézusnak mit jelentett az, hogy van egy pozitív hang, egy támogató hang, aki megerősít abban, hogy volt értelme, van értelme végigvinni ezt a szenvedést. Amikor azt mondta, ugye, hogy ha valaki hisz ő benne, emlékeztek rá, egy valakit biztosan tudott. Ott szólalt meg mellette, és akkor már érdemes volt. De nagyon nagy a hordereje. Nem akarom alábecsülni, de azt kimondhatjuk, hogy egyébként mást már nem tudott alattal az életében felmutatni a hite gyümölcsekén, mert nem volt tovább. Hát ott ért véget az élete is azokban az órákban. Bocsánat, ugye máshol úgy olvassuk, hogy a
pislogó gyertya belett nem oltja el, ez az ismérve a messiásnak. Vagy hogy a tűzből kikapott üszög az, amit az Isten még megment. Ez azt jelenti, egy olyan ember élet, ami hát szétfosztott, elroncsolódott, alig van benne érték, de ő még megmenti. Most akkor teljes, vagy tűzből kikapott üszög. Én azt gondolom, hogy erre körülbelül az igaz, amit egyszer nagy felfedezésként éltem meg szintén az életemben, tudnék, Jézus egyszer azt mondja a tanítványoknak, hogy ne tiltsátok el, aki nem követ minket, de rólam prédikál, mert aki nincs ellenünk, az velünk van. Emlékeztek erre? És nem tudom, feltűnt, hogy van egy olyan másik megszólalásról, meg azt mondja, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. Hát ugye most az előbb beláldott, hogy egy matek szakos volt, egy matek szakosnak ez zavaró azért, hogy tehát két ellentétes, merőben ellentétes tartalmú kijelentés ugyanattól a nagyszerű szemétől, egy Biblián belül, négy evangéliumon belül, és bennem az hozta meg a feloldást, és mélyen meg vagyok győződve, hogy ez a feloldás, hogy nem mindegy, hogy kiről van szó. Tehát aki még úton van felénk, az aki nincs még nincs ellenünk, mert még van esély, hogy felénk tart, azt vegyük úgy, mintha velünk lenne, tehát fogadjuk el. De aki már járt nálunk, és úgy válik ki a csapatolás, mint egy Júdás esete, arra nem mondhatjuk azt, hogy velünk van. Tehát attól, hogy az ember éppen közeledik az Istenhez, akkor nem baj, ha még nem tartott. De ha már járt ott, és innen elkezd távolodni, az egy teljesen más helyzet, biztos ti is értitek. És az, ami hasonlóról van szó itt is, hogy vannak élethelyzetek, ahol a pislogógyertyabél, a tűzből kikapott üszög, a jobblator a kategória, hogy az Isten ezt is megmenti. Tehát nem mondja azt, hogy barátom, hát hol vagy te attól, hogy nem mond ilyet. De azért akinek vannak lehetőségei, és nem él vele, és többet várt tőle, ott azért ez fog elhangzani, mint Belsazárnál, hogy megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Gondolok mondjuk egykori farizeusokra, akik sokat tudtak, volt idejük is, nem jártak úgy, mint a lator, és messze nem teljesítették azt, amit tudtak, mi is tudjuk. Azt mondta Jézus, hogy amit mondanak, megtartsátok, de a cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert szakadék van. Most az a baj, hogy nem akarok senkit megsérteni, sem jelenlévőket, sem online figyelőket, de egy kicsit minket is ez fenyeget, hogy minél többet tudunk Istenről. És ez nem zárkózik fel az életünk. A leghétköznapibb gyakorlatát tekintve, és majd mindjárt utalok rá, hogy mikre gondolok, akkor jó szándékkal együtt, nem leszünk mondjuk farizeusok, arra nem gondolok, reméljük, de ugyanez az olló szétnyílhat a mi életünkben is. És azt mondja, figyeljetek meg, hogy nem találtam a te cselekedeteidet Isten erőt teljeseknek. És ez egy újabb kérdésre vezet át bennünket, ami fontos kérdés, egyik legfontosabb kérdés, és vitatott kérdés. Tudnék, hogy most akkor hit, vagy cselekedetek? Ide írtam a klasszikus kérdést, ismeritek ti is, nem? Hogy hit, vagy cselekedetek? Engem is mindig zavart, nemrég egy református ismerősömmel folytattam erről eszmecserét e-mailben, már volt is itt külön, az egyik alkalmunkon jelen volt, és magam esetlen módján megfogalmaztam azt, ahol a feloldást érzem. Aztán nagyon érdekes tapasztalatom volt, tavaly nyáron volt Debrecenben a Biblia Kutató Intézetnek egy konferenciája, nem tudom, voltatok-e ott, egy páran voltunk, szerintem nagyszerű volt, nagyon jó előadóink voltak, és az egyikük az a, hiszem Angel Maria Rodriguez, ez a helyes kiejtése a nevének, ő a volt igazgatója ennek az intézetnek. Ő írt egy könyvet, amit Szilvási András adott nekem ide épp az ősszel, és pont ez a fejezet volt, amire kért, hogy hát fordítsam le, meg dolgozzuk ki, ami erről szólt, és megdöbbentett, remélem hamarosan megjelenik a könyv, mindenhol ajánlom, ahol ez a testvérünk, aki egy igen okos ember, hogy a többiek is azok voltak, akik ott voltak, annyira érthetően vezeti azt le, amit én ide csak feltüntettem a táblán, és ez az eszenciája a dolgoknak, hogy hit által igazulunk meg, ezt én teszem hozzá, hogy tehát nem az érdemeink szerint, magyarul a hit, az, ami által megigazulunk, viszont az teljesen egyértelmű a Bibliából, hogy a cselekedeteink alapján leszünk megítélve. Ez, ami mindig szembeállítanak egymásra emberek, hogy most akkor hit, vagy cselekedetek, és a válasz az, hogy hit és cselekedetek. Jakab apostol adja meg, tehát ez nem az én válaszom, azt mondja, mutasd meg a te hitedet, a te cselekedeteidből, mert te arra hivatkozol, hogy te neked a hit a fontos. Figyelj, jó. Mutasd meg a hitedet, de a cselekedeteidből. Mert az, hogy nekem van hitem, hát ez olyan, mint a ilyen bemondásos lenne, nem? Hogy most
mindenki mondhatja, na de hol az a hit? Hát hadd lássuk. Azt mondja, a hit cselekedetek nélkül megholt. Ugye két verset vontam össze, ahogy jeleztem is. Tehát Jakab ezt nagyon komolyan mondja. Azt mondja, hogy ha neked hited van, annak meg kell látszania. És a másik, hogy ha nincsen gyümölcse, nem ér le a cselekedeteket, akkor mit ér a hit? Megholt önmagában. Nem ismerős ez a gondolat? Az előbb itt láttuk. Azt mondja, halott vagy, mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Ugyanaz az összefüggés. Azt mondja, hogy minden hit, minden hitvallás, minden biblia ismeret, most már magunkról beszélek, vegyük magunkra, annyit ér, amennyi cselekedetre váltható belőle. Hát ti szeretnétek egy olyan családban élni, vagy egy olyan örök életben, ahol mondjuk naponta hajba kapnak az emberek, de közben közlik, hogy ők szeretik egymást, csak hát ez az életforma. Hát nyilván senki nem szeretne, ez egy ellentmondás lenne. Tehát az a válasz, hogy bocsánat, hit és cselekedetek, és az, hogy ez így van, az, a hit szerepét talán protestáns körökben pláne nem kell alátámasztani, most nem is fektetnék erre nagy hangsúlyt, de az utóbbit hadd támasszam alá. A cselekedeteink alapján leszünk megítélve. Ez teljesen egyértelmű. És ezért el kell gondolkozni annak, aki a hit elsőbségét vallja, hogy nem állhat magában a hit, nem maradhat magában. A példáim nem teljes a lista, csak ízelítő a Bibliából. Máté Evangélium a 25. fejezet, a juhok és a keskék példázata. Jézus ítéli az emberiséget. Jobb és bal kéz felől állítja. Jobbra a juhokat, balra a kecskéket. Ugye a példázatnak az a szépsége, hogy azt mondja, hogy akkora a különbség, annyira nyilvánvaló, hogy egy ember is meg tudná csinálni, nem? Hogy mondjuk urbánus emberként sem kevernénk össze szerintem a kecskét meg a juhot, mert tudjuk, hogy az nagyon különbözőképpen néz ki. Azt mondja, ugyanilyen különbözőképpen néznek majd ki az üdvözülendők és az elkárhozandók, az nem arcra, hanem az életük. És azt mondja, ti is tudjátok, a példázat arról szól, hogy azt mondja Jézus, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, mert amikor éhes voltam, ennem adtatok. Szomjas voltam, innom adtatok, amikor ruha nélkül voltam, tehát fáztam, akkor pedig ruhát adtatok. Az egyik érdekesség az, amikor visszakérdeznek, hogy de hát úrunk, hát mikor volt az? Hát mi erre nem emlékszünk. És mit mond a válaszban? Amikor megcselekedtétek egyel, a legkisebbek közül, nem a gyerekekre érti, hanem a társadalmi szerepét tekintve a legjelentéktelenebb embereket, azt mondja, amikor egyel megcselekedtétek ezek közül, az nekem olyan, mintha velem tettétek volna. Aztán azt mondja a kecskéknek, hogy ti pedig hát nem jöhettek, elkárhoztok, mert amikor, és elmondja ugyanezt, hogy éhes voltam, nem adtatok innom, szomjas voltam, vagy nem adtatok innom, amikor szomjas voltam, nem adtatok ruhát, amikor fáztam, és ott még érdekesebb a kérdés szerintem, visszakérdeznek, hogy hát de, urunk, hát mikor volt az? Ugye nem mondják, de hogyha tudtuk volna, ugye, akkor biztos megtették volna, biztos különben, és azt mondta, nem arról van szó, hanem amikor egyel azok közül, akkor velem nem tettétek meg. És a mi szempontunkból ma az az érdekes, hogy Jézus mit mond, hogy mi alapján ítél, nem egy, most elhagyjuk a fogalomért, én szándékosan használok egy kicsit erősen, tehát nem egy elméleti tesztet kell kitöltenie, feleletválasztósat a Biblia tanításairól, a hit dolgairól, meg a proféciák. Azt mondta, hogy ez ott már nem játszik szerepet. Ott egy dolgot néznek, hogy mit csináltál. És nem azt nézik, hogy a gyülekezetben milyen tisztséget töltöttél be, mennyire hűségesen, hanem hova viszi le a szintet, a cselekedetek szintjét, a lehető legegyszerűbb, leghétköznapibb ember-ember kapcsolatban előforduló dolgok. Nyilván a többi is számít, tehát nem arról szó, csak az, hogy amikor cselekedett, akkor ne nagy dolgokra gondoljunk, amiket mi általában mondunk, hanem azokra a kicsikre. Ugye vannak ilyen tanácsok, hogy vannak, akik mindig valami nagy dolgot várnak az életben, hogy haj, azt annyira szeretnék véghez vinni. Szóval, hogy oda úgy vezet az út, hogy először megcsinálod a kicsiket. Tudjátok, a kedvenc idézetem, egyszer egy hölgytől hallottam egy szombaton, hogy a világ misszió azzal kezdődik, hogy leviszed a szemetet. Ez nekem nagyon tetszett, mert megragadja a lényeget. Nem hallottátok még? Azt hittem, mondtam, nekem ez nagyon tetszett. Az időnk halad, bocsánat, egy kis türelmet, hogy teljes legyen a kép, még egy-két diám van ezen kívül. Nem tudom, hogy kell-e erősebb, igen, mint itt van a második. Pál apostolnak a klasszikus, nekem annak számít ez a megfogalmazás. Azt mondja, hogy nekünk minnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett,
jót vagy gonoszt, ha jól emlékszem, úgy fejeződik be, csak a díja miatt nem tudtam az egészet kiírni, a terjedelmét. Azt mondja, nekünk minnyájunknak, így kezdődik, minnyájunknak kivétel nélkül meg kell jelenni Krisztus ítélőszéke előtt, tehát a mennyei ítéletben, és Krisztus fog ítélni, és azt mondja, hogy megjutalmaztassunk a jutalmit idézőjeles, tehát kinek mi, tehát azt kapja, amit érdemel, és mi a szempont, megvastagítottam, aszerint, amiket a testben cselekedett. Tehát nem csak a hit, nem önmagában a hit, és nem önmagában az ismeret lesz ott a döntő. Csak ha megengeditek, hogy a teljesség kedvéért még egy dolgot mondjak, még a cselekedetekkel is vigyázni kell. Még az sem minden, olyan értelemben, hogy az sem mindegy, hogy milyen indítékból, milyen hitből származik. Lásd a szeretet himnusza, ha vagyonomat felétetem, testemet tűzre adom is, de az indítéknál valami hibázik, akkor olyan, mintha nem történt volna semmi. Vagy az egyik legmegrázóbb nekem mindig, azt hiszem Máté 7.23 ez a vers, amit idézek, amikor Jézus azt mondja, hogy azon a napon majd sokan jönnek, és azt mondják, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedben tanítottunk, profétáltunk, üztünk ördögöket, és tettünk nagy dolgokat, tehát nem akármiket mondanak. És Jézus mit mond erre, nem tudom, emlékeztek rá, nem azt mondja, hogy hát igen, volt egy olyan időszaka az életünknek, hogy volt köztünk valami közösség, de hát aztán ti ugye egy olyan irányt vettetek, hogy ez lenne az észszerű. Emlékeztek, mit mond? Igen, soha nem ismertelek benneteket. Megtörténhet az, hogy egy ember minden ismérvével rendelkezik, még a cselekedetek szintjén is a hívő életnek, a többiek számára, önmaga számára, de valami, ez még a hitet igazolja különben, hogy megvannak a cselekedetek látszólag, de az indíték nincs rendben. Egy hasonlatot, ha megengedtek, bocsánat, hétköznapi nekem annyira tetszik, akik ismerték, volt egy barátunk, sajnos nagyon korán meghalt, fiatalon, a Bodapap Lóri, ő mesélte nekem, hogy eljárt edzőterembe. És mondta, hogy megkérdezte az edzőt, hogy mi a javaslata, hogy inkább kisebb súllyal végezzen sok gyakorlatot, vagy inkább nagyobb súllyal kisebb ismétlés számot, azt hiszem, ezt így mondják. És mondta az edző, hogy szerinte a legjobb az, hogyha nagy súllyal sokat. Ugye az ember ezt keresi, hogy melyik a cél, azt mondta, nagy súllyal sokat. Na most a hit vagy cselekedetekről, ugye ez a válasz, ez ugyanaz, mint az edző válasza volt. Én nem úgy, hogy melyik legyen a domináns, a hit vagy a cselekedet, a kettő együtt. Mert ha nincs hit, akkor a gyökerében szuvas vagy nincs rendben a cselekedet. De ha nincs cselekedet, akkor meg mit ér a hit, ugye holt önmagában? A kettő együtt. Ez szerint leszünk megítélve, és hát egy döntő szakasz, mikor itt jártam, azt hiszem össze voltam itt szombaton délelőtt, akkor is ez volt a témánk, ez nekem nagy felismerés volt a közön az egész fejezet, ahol ezt kétszer kimondja egymás után, én csak egyszer idézem, de két verset jelöltem meg, de hát ez ismétlődik. Jelenések könyve 20. fejezet, az ítélet jelenete szó szerint vizuálisan látható formában írja le János, hogy mit látott. Azt mondja, hogy megjelent egy nagy fehér királyi szék, és aki rajta ült, annak a tekintetéről eltakarodott a föld és az ég. Ez félelmetes egyszerűen. Isten a szavával teremtett, és a tekintetével tünteti. És azt mondja, hogy könyvek nyittatának meg. Mihez kell a könyv? Azt mondja, hogy mert megítéltettek a halottak azokból, amik a könyvekbe be voltak írva, az ő cselekedeteik szerint. Ott már senki nem kérdezi a hitet. Ott nézik, hogy mi volt a cselekedet, és Isten tudja azt, hogy hogyan tartsa ezt számon, és mit kezdjen vele az ítéletben. És az utolsó rövid szakaszban csak arra hagyd térjek ki, eddig ezt megtettük más alkalom, akkor is, ha jól értettem, Péter is megtette legutóbb, hogy ugye ezt használtad, akkor azt mondtad, hogy egyértelmű, hogy kortárs korabeli gyülekezetek léteztek, és ők voltak az elsődleges címzetjei az első században a leveleknek. Most itt járunk már, hogy Efézus, Smirna, Pergamum, Szárdisz, bocsánat, Tiatira, Szárdisz. De az is egyértelműnek tűnik minden jel szerint, hogy az az út, amit itt ezek a levelek diagnózisszerűen leírnak, az nem csak a kortárs hét gyülekezetnek az állapotának felelt meg, hanem időben egy előre haladó állapota volt az egész kereszténységnek. Ráismerünk, ma is különben, azért is idézem. Ugye legutóbb arról volt szó, ez a tiatirai időszak, ez a középkornak, ez a durván ezer évei nagyságrend szerint, hogy
azok, akik ragaszkodtak Istenhez és a Bibliához, ami eléggé háttérbe szorult köztudottan a középkorban, azok nem voltak sokan és nem voltak erősek, és azért az volt az üzenet lényege, hogy ami nálad van, azt tartsd meg, és én azzal elégedett vagyok. Mert tudom, hogy kevés erőd van, nincs sok erőd. Már ez visszatér Philadelphián esetre, hogy most a szavakat onnan idéztem. Ez volt az a korszak, és ehhez képest azt mondtuk, hogy a záró szakasza, azt mondja, az a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél, tudnélik, hogy egy erőteljes reformáció köszöntött be a korszak végén. Összefüggésében ez logikailag a szavak miatt, amit le van írva, a múltkori alkalommal hangzott el, ez még ideértendő a reformáció, tehát ehhez a korszakhoz. Most itt venném fel a fonalat, hogy nem tudom, bocsánat, emlékeztek-e rá, hogy mihez képest hirdettek reformációt? Mi váltotta ki, mi volt a gyújtópontja a reformációnak? Hát a búcsú cédulákat árulták, ugye? És nem a NAV szólt közben, már bocsánat, hogy ilyet mondok, tehát nem formai hiba volt, vagy könyvelési hiba, hanem súlyos teológiai hiba volt, és Luther ezt észrevételezte, hogy bűnbocsánatot pénzért nem lehet adni. Ezzel két baj van, hogy olyan is kap, akit nem illet meg a bűnbocsánat, mert nem bánta meg a bűnét, és esetleg olyan ember meg nem kapna, hát akinek az anyagi lehetőségei nem teszik ezt lehet. Milyen világ lenne ez? Ha láttátok a Luther című filmet, a nagyszerű film, ott, amikor olvassák a folyóparton pont tetszel a búcsú cédulárus, meg a társai a Luther pontjait, ott ugye olvassák a pontokat, a tetszel meg csak hallgatja, hogy kicsoda ez, ki írja ilyet. És ott olvassák azt, hogy ha a pápának van hatalma kiengedni a lelkeket a tisztítóbb tűzből, akkor miért nem teszi meg ingyen, ha szereti az embert? Egy nagyon logikus kérdés, különben, miért pénzért? Hát ugye tudjuk, hogy a Szent Péter bazilikára, ami ma áll, arra gyűjtöttek. De a lényeg az, hogy a középkort mi dominálta? A cselekedetek. Pénzért bűnbocsánat, illetve érdemszerző cselekedetek, ilyen kompenzálás tartozik követel oldal ugye a cselekedetekben, hogyha rosszat csináltál, csinálj jót, majd kioltod. Nem lehet kioltani. A középkort ez a gondolkodás jellemezte, a reformáció mit hozott be, hogy nem cselekedetek által igazolunk meg, hanem hit által, amiről beszéltünk. Tehát ez volt az, hogy az inga elindult az egyik szélső helyzetből, csak az a baj, és erről számol be nekünk ez a mai levél, a Szárdisz levél, hogy túllendült. A cselekedetek annyira fontosnak tekintették a reformáció egyházai, és ez mai napig hat, amennyire tudom erősen, a hitet, hogy szinte félnek, hogy nehogy cselekedetekkel meggyengítsék a hitet. Valahol értem különben, és ebbe is van igazság, hogy nehogy elcsúszunk. Ugye nem egyszer hallottam azt, amikor mondjuk a 10 parancsolatról beszélünk, hogy azt mondják emberek, lehet, hogy spontán, hogy ez törvényeskedés, mert most már mi nekünk nincs törvény, csak szeretnünk kell egymást, hitáltal igazolunk meg. Értem a szándékot, a szándék jó, de félrevisz, mert ahogy az is szélsőség volt, hogy pénzért lehet venni bűnbocsánatot, meg jó cselekedetekkel kompenzálni a rosszat, ez egy tévedés volt, ez egy félrevezető gondolat. Ugyanúgy bekövetkezhet, és ez szerint a szakasz szerint be is következett az a protestantizmusban, hogy annyira óckodtak a cselekedetektől, hogy túlhangsúlyozták a hit szerepét, mint hogyha csak az számítana. Ezt látnunk kell, hogy ebben szerepet játszott ez a történelmi összefüggés is, meg legyünk őszinték, hogy ott a hajlam mindnyájunkban, hogy könnyebb elméletileg vallani a szeretet törvényét, mint a napi szinten a gyakorlatban megvalósítani. És gyakorlatilag ez a mai szakaszunk arról is szólt, és én azt gondolom felismerhető a történelemben, az egyház történelemben is, hogy a nemes lendület egy idő után meglankadt, lendületet vesztett a reformáció is, emiatt, és ezt észrevételezi, hogy az a nevet, hogy élsz, tehát egy középkor után egy óriási változás, elméleti tisztaság, tanítás, tanbeli tisztaság, ige ismeret, az a nevet, hogy élsz, de közben elmaradt a sok ismerettől az életszentség. Talán anélkül, hogy kritizálnék bárkit, a legfőbb tekintélyt hadd idézem Luthert, azt olvastam róla, hogy ő lefordította, tudjátok, a Bibliát, és azt gondolta, hogy ha a többiek is ugyanúgy kézbe tudják venni, mint ő, csak
az anyanyelvükön, mert ugyanúgy tudott bibliai nyelveket, az átlagember meg nem, azt hitte, hogy mindenki ugyanazt a hatást fogja gyakorolni, mint rá. Tehát ő azt várta, hogy a hétköznapokban lesz egy óriási áttörés az emberek életének a tisztaságába. Mert ő rá így hatott, ő komolyan vette. És nagyon el volt keseredve, hogy ez nem így történt. Az emberek elfogadták, vallották, követték, belementek szélsőségekbe, mint ugye a Münzerféle felkelés, de nem hozta meg ugyanazt a hatást és gyümölcsöt, amit Luther életében meghozott. Márpedig ez fontos, hogy ezek a záró versei az üzenetnek. Azt mondta Jézus, hogy aki győz, az fehér ruhákba öltözik. Tehát azt mondja, hogy megfertőztetett ruha, hiányolom, hogy nem, vannak, akiknek van azért fehér ruhájuk, tehát nem volt egyetemes, ezt hozzá kell tennünk, tehát nem egyetemes ez a kórkép, de inkább kevesen vannak, az egy maradék, akiknél rendben vannak a dolgok. És megint a fehér ruháknak a jelentősége jön ki abba, és mit ígér Jézus, hogy aki győz, az fehér ruhákba öltözik. Tudnék, ez a végcél. Ez a célja minden hívő emberi életnek, a miénknek is. Hogy az élet tisztaságára jussunk el, a jellem tisztaságára Krisztusban. Ezért fog visszatérni Laodiceánál is a hiánya, mert azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy olyan lehetsz, amilyen mindig is szerettél volna lenni. És itt tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mi miért járunk gyülekezetbe, miért követjük Jézust, hogy mi a célunk. Hogy mi tiszta életet szeretnénk, mi lenne, hogyha csak fel annyira vonzó lenne a mennyország, mint gondoltuk. Bocsánat, hogy ilyen balgaságokat mondok, de hát mi motivál minket? A személyes életünknél a megtisztulás, vagy pedig valamilyen más cél az, ami domináns a gondolkodásunkban. Egy biztos, ide az van írva, nézzétek meg, hogy aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből. Vagyis az élet könyvében lenni és üdvözölni, az szoros összefüggés mutat a fehér ruhákkal. Ugye ugyanezzel találkozunk ott a 20. fejezetben is, amit az előbb idéztem Jelenések könyvében. És ugye hozzáteszi Jézus, hogy és ráadásul vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyala előtt, mert ezt tudom vállalni, ezt az embert. És azzal záródik ez a levél, és mint mindegyik levél eddig, hogy akinek van füle, az hallja meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezetteknek. Tehát nem egynek, hanem soknak, a miénknek is, a mainak is. És én azt szeretném, hogyha amik elhangzottak, annak bizonyos vonatkozásait próbáltam is hangsúlyozni, azt mi is magunkra vennénk. Tehát nem az első századi szárdiszt látnánk csak, nem csak a 17. vagy 18. századi protestantizmust, amit itt érintettünk, hanem felismernénk a bennünket fenyegető veszélyeket is, hogy nehogy mi is úgy járjunk, ez az utolsó kép itt talán, ami ezt kifejezi, egy más szögből ugyanazok az oszlopok, amiket mutattam, hogy valaha szépek voltak, de derékba törtek, mind látjátok, tehát csak kettő állt közülük. Jó jelképe a témának, hogy vannak közötted némelyek, ugye, kettőnek még megvan az oszlopfő, de a többieknél nem találtam a te cselekedeteidet Isten erőt teljeseknek. Hiány van az életben. Az élet szolgáltatta ezt, és nekem csak egy ötletem volt. Hát erről szól ez a szakasz, és szeretném tovább gondolásra ajánlani mindnyájatoknak. Amen.